Csütörtök elmegy a Malomba. Csütörtök a Malomba ér, ott egy kicsi bolha a kévéket egy szekérről éppen lepakolja. Varró Dániel József Attila díjas költő, a gyerekek nagy kedvence, a harmadik Pécs Lit irodalmi fesztiválról nem hiányozhat. Most éppen a három ördög fiókáról tart kiváló pedagógiai és módszertani érzékkel egy interaktív könyvbemutatót gyerekeknek. A három ördög fióka Bezzeg, Csütörtök és a legkisebb Sáti soha nem unatkozik, náluk aztán igazán zajlik az élet. Ebben a történetben vehettek részt második osztályos kisiskolások a Pécs Lit irodalmi fesztivál keretében. A siker önmagáért beszél, a kritika nem maradhat el, ami jelen esetben a költőnek is szól. Találkozhattam egy olyan íróval, akit régóta szerettem volna látni, meg jó volt újra látni a könyvtárt. Meg én nagyon szeretek olvasni, és ennek az írónak a vicceit is nagyon szeretem, és nagyon örültem, hogy tudtam őt látni. Nekem az nagyon tetszett, hogy találkozhattam Varró Dániellel, az Varró Danival. Meg hogy rengeteg vicces viccet mondott a végén, az nagyon tetszett még. Meg az, hogy az osztálytársaimmal itt lehettem. Az öklötöket nyújtsátok előre, üvegújatokat emeljétek föl, és mint hogyha ez egy óra mutatója volna, így lassan körözzetek vele, és anélkül, hogy a fejeteket mozgatnátok, csak a szemetekkel kövessétek, addig csináljuk ezt, amíg elmondom, nagyon gyorsan csinálod, akkor elszédül szerintem, úgyhogy inkább ilyen lassan, addig csináljuk, amíg elmondom hozzá a versikét. Hátam egyenes, nem görbe, öklöm jár, mint óra körbe, szemem nézi, hány az óra, füvelyk új hangmutatója. Varró Dániel saját gyerekein is tapasztalta, ha csak mesél vagy olvas nekik, az mintha untatná őket. Megtanulta, hogy a gyerekeket valamilyen módon be kell vonni a mesébe, vagy személyes megmozgatással, vagy különböző képek vetítésével, kérdések feleletek formájában meg kell mozgatni a gyerek testét, lelkét, szellemét. Ez pedig mindig bejön. Különböző korosztálynak írja meséit, meseregényeit. Amióta vannak gyerekeim, azóta kezdtem akkor írni ilyen mondókáskönyveket, amikor még egészen picike kisbabák voltak, és aztán ahogy nődögélnek, van olyan könyvem, ami ilyen óvodásoknak, kisiskolásoknak szól, és most már kezdtek olyan versesmeséket írni újra, amik ilyen nagyobbaknak, úgyhogy próbálok erre figyelni, de azért igazából az szokott, hogy ebből is egy kicsi, abból is egy kicsi lenni, és akkor csak hát mivel kell adni egy címet, ezért volt most ennek, amit a másodikosoknak tartottam, az a címe, hogy Csütörtök a kis ördög, ami egy ilyen, körülbelül ilyen korú gyerekeknek, vagy kicsit kisebbeknek szóló mese, és akkor ennek mutattam a diafilm változatát nekik. Bokátokat zárjátok össze, nagyon szilárdan álljatok a talajon, mintha gyökeret akarnátok verni a földbe. A két karotokat a fületek mellett jó magasan nyújtóztassátok föl, mintha egész az égig akarnátok érni. Lehet kicsit engedezni is, mint a fák, illetve mindenki kigondolhatja magában, hogy milyen fa szeretne lenni. Én jó fa leszek. Nagyon jó. És akkor ehhez is mondok egy versikét. Lábam földbe nyúló gyökér, két karom az égig fölér, állok itt már mióta, én vagyok a diófa. Úgy megtanultam, hogy valamennyire meg kell próbálni bevonni őket, úgyhogy igazából itt az, hogy én ilyen interaktívan mutatom be, az csak azt jelenti, hogy próbálok olyan módon, hogy ők is bevonódjanak, legyenek ilyen felelgetős dolgok, meg kérdezgetem őket, meg közben mutatok képeket, tehát hogy igyekszem, hogy ne csak egy ilyen olyan bemutató legyen, hogy én ott hosszan, unalmasan mesélek, olvasok, mert azt figyeltem meg, hogy ezt a gyerekek egy kicsit unni szokták. Varró Dániel a magyar kortárs költészet kiemelkedő alakja. Színes egyéniség, sokoldalú alkotó, humora páratlan, amiért gyerek, felnőtt és a kritika is messze menőkig elismeri. Versek, gyermekversek, színdarabok, valamint műfordítások fűződnek nevéhez. Munkássága utánozhatatlan stílust, frissességet és modernitást hozott a 21. század magyar irodalmába.
A költő még egy előadást tartott, azt már negyedikeseknek. Egy meseregényről szólt a másik interaktív előadás a 3. Pécslit Irodalmi Fesztivál keretében a Pinocchio könyvtárban. Mutatnék, ami neked meg is van, és utána, hogyha még esetleg, ha még nem fáradtatok el,